Sziasztok, ez itt az Atanor, ma is a vallás, a pszichológia és a filozófia határvidékéről jelentkezünk. A mai adásnak a témája a magyar ezotéria kutatásának története a századfordulótól 1950-ig. Meghívott vendégem Halász Attila, karate karateedző, a Magyar Paralimpiai Bizottság parakarate szakák vezetője, illetőleg a Japán harcművészetek magyarországi kezdetei 1900-1950 című kötet szerzője, és amit kevesen tudnak róla, hogy ő a, a magyar ezotéria történetének egyik kutatója. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. És elsőként azt kérdezném meg tőled, hogy ugye itt van ez a karate történeti könyv. Nem karate, bocsánat. Jiu-jitsu meg judo. Harc, Bocsánat, harcművészetet, akkor japán harcművészetek. Jiu-jitsu, judo. Igen. Nagyjából ezek. Hogy ez, ez egy, téged leginkább ebben a, a, a téren ismernek, hogy a japán filozófia, zen, illetve a, a japán harcművészetekkel kapcsolatos kutatása, illetve edzői tevékenységed. Arról mesél kérlek, hogy hogy ez az fajta érdeklődés, ami a harcművészetek iránt megvolt, ez hogyan fordult az ezotéria irányába? És hogy van vannak-e kapcsolódási pontok? Sok kapcsolódás van. Én 80-as évek közepén kezdtem el harcművészetekkel foglalkozni, és az első könyv, ami így a kezembe került, abban már az elején a karate és a zen kapcsolata volt, és ez úgy megfogott, láttam egy képet, ahol egy a, mester a hóban ül és meditációs tartásban, és ez úgy nagyon megfogott. Csak az valahogy ez a későbbiekben is mindig visszatért. Hát a karate, karatével kezdtem, és hát még, még akkor a kezembe kerül, nem is került a kezembe pontosan, az egyik nagybátyám megmutatta a Jesuidá jóga könyvét amit nem olyan becsben tartottam, amit nem is adott a kezembe, tehát az ő kezéből nézhette meg így a fotokat, és ezek úgy belém És érdeklődtem, hogy az a joga, de senki nem tudott ebben segíteni. Mint utólag kiderült, a karate is és a joga is be volt tiltva a Romániában abban az időszakban, a 80-as években. Úgyhogy már az első okult regényem, talán a Serbantának a Pendragon legendája volt, ami így, így megmaradt. Uh -huh. ee, inkluzív karatéval foglalkozol, ez hogy jött az életedben? Tíz évvel ezelőtt, amikor pályát változtattam, hogy adta magát, hogy gyógypedagógus vagyok, meg karate edző, már volt némi tapasztalatom a edzéstartásban, és akkor testnevelő lettem gyógypedagógusként egy speciális iskolában, és azonnal el is indítottuk a karate sportkörként. Tudni kell, hogy itt mindenfajta gyerek jár, járt, autizmus, spektrum zavara, értelmi akadályozott, tanulásban akadályozott, mozgássérült, és akkor velük kellett valamit kezdeni. Körülnéztem először Magyarországon, hogy van-e olyan kolléga, aki ebben már Némi tapasztalattal rendelkezik, de nem sok sikerrel, és akkor külföldön, Belgiumban találkoztam egy olyan mestert, aki már ebben nagyon beleásta magát, és egy egész jó rendszert, egy használható rendszert dolgozott ki. És akkor Magyarország volt az első, aki ezt az inkluzív karate oktatási módszertant Magyarországon is bevezette, és gyakorol, gyakoroljuk már így már tíz éve, és egész nagy sikerekkel. Igen, erről mesél, mert láttam most anyagot valamelyik híradóban. Ugye itt olyan jellegű sportról van szó, amit nem kap akkor a média figyelmet. Én voltam a Pyongyangi téli olimpián, a paralimpián is, ugye ugyanaz a helyszín, minden ugyanaz, csak, csak paralimpikonok vannak ott, és én akkor láttam először ezt a szeretét a, a sportolásnak, hogy hogy volt ott egy hölgy, aki úgy jött le egy, rá, egy lábbal a hegyről sível, ahogy én soha nem fog lejönni két lábbal sem. És akkor, akkor találkoztam ezzel a, ezzel a dologgal. Szóval, hogy nagy magyar sikereink vannak, most mesél az új világbajnokunkról például, egy, egy fiatal lány. Igen, ő tanulásban akadályozott versenyszámban, ugye a parakaratéban csak négy kategória van, és ő már másodszor védte meg a, a világbajnoki címét, és hát most itthon volt ez. Ugye ezzel is egy kis reflektorfény hárult erre. Tehát régebben is voltak már uh -huh. érmeink, de talán most itt a hazai közönség előtt meg a média is jobban értékelte ezt, mint előzőleg. Úgyhogy reméljük, hogy lesz visszhangja még ennek. Amikor te karatájegyzést tartasz, akkor abban benne van az a fajta szellemiség is, például a zen meditáció, hogy te sokat foglalkoztál, ezt beleviszed. És kiváltképpen ez azért érdekes, hogy erre mondjuk hogyan reagálnak az értelmileg akadályozottak, hogy ez az egész meditáció és ez a szellemiségnek a bemutatása, ez mennyiben jelenik meg ott. Hát valamilyen szinten megjelenik, én diszkréten végzem ezt, tehát nem nem erőltetnék rájuk semmit, de vannak néhányan, akik érdeklődnek ez iránt. Volt egy olyan, ha csak egy példát mondanék, néhány évvel ezelőtt lehetőségünk volt elutazni egy zen kolostorba Németországba, 14-en utaztunk, ahol a napi program meditáció reggel, két is napközben és meditáció este, ez egy héten keresztül, egy autentikus környezetben, nagyon élvezték a gyerekek. És a visszacsatolás pedig azóta is volt a próbálkozásaink, hogy reggelente ezt a hagyományos zen meditációt csináljuk, gyakoroljuk, és látom olyat, ezen a, ezen a németországi táborban a para, a német válogatott is részt vett, és nekik ez volt az első alkalmuk, hogy a zen meditációt kipróbálták, és ahány világversenyen találkozom velük, és a verseny előtt bemelegítünk, mindenki bemelegít, akkor látom őket, hogy a bemelegítés után leülnek a terem egyik sarkába, és meditálni próbálnak. Ők tanulásban akadályozottak, azt jelenti, hogy ennyi értelmi sérültségük van. Ők, ők elég jól veszik ezt a dolgot. Az iskolában én szeretem a relaxációt is bevezetni, tehát hogy egy kicsit el tudjanak lazulni. Ez már egy lépcsőfok a, a, a meditációnak. Úgyhogy vannak milyen kisebb kapcsolódások? Említetted a, a Pendragon legendát, mik voltak a többi olyan könyvélmény vagy szerzőkkel kapcsolatos megismerkedés, ami abba az irányba mutatott, hogy téged ez nagyon érdekel, és te szeretnél ezzel jobban foglalkozni, és aztán majd rá fogunk térni a konkrét kutatásaidra is, a komoly kutatási témáid vannak. Hát a 90-es évek elején azok a könyvek hatottak rám, vagy ja, valamilyen utómódon a kezembe kerültek, amiket itt majd az adás során érinteni fogunk. Most csak ezeket említeném elsősorban. Szepes Mária, Vörös Oroszlán, Változatlasság hullámhossza, Hanvas írásai, Paul Branton, India titkai és az Egyiptom titkai. Uh -huh. Ezek fontos könyvek voltak. És hát Hajcs Erzsébet beavatása. Talán így ezek a ezeket említeném meg a zen buddhizmus kapcsán te, te kapcsolódtál a One drop Zen nevű közösséghez. Mesélj kérlek erről, mert hogy ez is egy fontos, fontos szereplő. 90-es 90 évek közepén kezdtem el a zennel gyakorolni. Ezzel párhuzamosan az antropozófiám is belemélyedtem, de most csak a zenről beszélnék. Hát a zennel a Dulanta révén és Margescu Marika révén kezdtünk el gyakorolni, egy fiatal közösség volt, ők akkor indították ezt a zen csoportot, és akkor pár éven belül kicsit kínöttük magunkat, és amikor választani kellett, hogy keresztény vonalú zen, vagy hagyományos japán zen, akkor mi a hagyományos japán zent választottuk, és ezzel indult tulajdonképpen az egysebb zen közösség, ami már eléggé nagyon kínötte magát, hogy így mondja. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen összejövetelen, amikor ülő meditáció gyakoroltok, mennyien szoktak lenni, vagy most milyen taglétszámmal működtek? Napi szinten vannak meditációk, reggel és délután, este hétvégeken is, rendszeresen szerveznek elvonulásokat, ami egy hétvége, vagy egy egyhetes elvonulás. Japán mester is szokott jönni, vagy a közösség külföldre utazik ki, sőt, van lehetőségünk Japánba is menni egy, egy 300 éves autentikus zen kolostorban, amit egy japán mester, a mesterünk vezet. Az ő kiadványaiból hoztam el néhányat, amit a One Drop zen vagy egy csepp az elmúlt 10-15 év alatt, már is tudom, nem néztem utána, amikor volt az első könyvünk, amiket igazából a zen gyakorlati alkalmazásáról és a gyakorlásáról szólnak. Nyugodtan mutasd is be, az, az első könyvünk, a Botti Tarma ösvényen, ez még a Filosszal közös kiadás volt. ez volt az első Igen. könyvünk. A többi könyvek azok már egy kicsit más jellegűek. A Jeff Shore mester nevét kell említeni, neki két könyve jelent meg magyarul, illetve a Haradarusi néhány könyve, ami a tízökörkép, meg egy beszélgetés a hétköznapi meditációkról. És most jelent meg a legújabb könyvünk. Igen, ezt enged meg, hogy ez, ez tényleg nagyon nagy dolog, hogy ennek most már van magyar fordítása a Madikájának. Ez egy hosszúságú beszédet teljes gyűjteménye. Ez ezt a könyvet nem egyedül adtuk ki, vagy hát a One Drop nem egyedül adta ki, hanem a tank kapuja főiskolával közösen. Tehát ennek függvényében közös megegyezés volt az, hogy hogyan néz ki a könyv milyen lesz, milyen, milyen nyomtat, milyen papírra kerül, tehát nem mindenben volt beleszólása a van de hát a művet alapötlete Szaladják Istvántól pattant ki, aki 16 évvel ezelőtt egy jelentős, egy örökséget kapott, és ebből finanszírozta meg a fordítást. Német László fordította le egy nagyon szakmai nagyon, jó, nagyon jól sikerült elmondani, és nagyon nagy munka van benne, tehát 16 év lett, és a tankapuja támogatta a könyv megjelentetését, tehát anyagilag igazából, ha ők nem állnak mellé, akkor ez a könyv még, még most sem hmm. kerül az asztalra. Én a Szőnyi György Endre tanárulón keresztül ismerlek téged, ő mutatott be és akkor értesültem a blogodról, ami a, a One Drop Zen nem belül van egy külön blogod, ahol Tokusó néven publikálsz, és az első anyag, amit olvastam tőled, az Hanvasnak a mesteréről szól, akinről van egy, van egy eszélye Hanvasnak a Patmos első kötetében, ez a JD vagy a beavatás. Jakabfalvi Dénesről van szó. Mesélj erről, hogy 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 akadtál rá, és hogy ugye konkrét dokumentum, olyan dokumentumokat kutattál ki, amik előtte még nem voltak hozzáférhetőek, vagy legalábbis előtte még nem voltak ismertek. Igen, egy nagy rejtélyő veszte Hamvas mesterét. Én még fiatalként sokat kérdeztem a dullamtart, hogy kit takar ez a jd monogram. Ő árult el, hogy Jakabfalvi Dénesről volt szó, de úgy igazából semmit Érdemlegeset nem tudott erre mondani. Nekem az egyik kedvencem személy szerint ez az eszé. Tehát, ha mondhatnám, ezt olvastam a legtöbbet. Ugye a beavatásról szól, és nagyon sok zen is van. Az új forrás jelentette meg azt a újság, vagy Jakafalvi Dénesnek egy írását, ami még a 38-ban jelent meg a Napkeletben. A, az új forrás 93-ban jelent meg, Igen, a Jászatilla Attila szerkesztésében ezt a, a kiadványt ő szerkesztette Várhegyi Miklossal. Márhegyi Miklossal. Márhegyi, Úgy tudom, hogy Várhegyi Miklós találta meg annak idején ezt a, az írást a napkeletben. Ez az egyetlen egyébként, ami amit uh, Jakafalvidénes írt. Ebben az újság ebben a kiadványban a napkeletben Hamvasnak is jelent meg írása, de már előtte is. Hát mondhatnánk, hogy akár ott is, is ott ismerkedhettek volna meg, de Darabos Pál tanulmányából tudjuk, hogy a könyvtárban, a Szabó Ervin könyvtárban találkoztak először. Gyakorlatilag egy könyvet szeretett volna kivenni, ami ugye Hanvasnak is egy szívügye volt, és akkor így elkezdtek beszélgetni, és nagyon jó barátságba kerültek. Hanvas ebben az eszében említi név szerint Jakab Falvit. Később is hivatkozik rá, de csak mint mesterként, tehát nincs ott a Jakab Falvi név, tehát nem lehet tudni, hogy most kire gondol, de azt hiszem, hogy aki ismeri a hangos életművet, az, az össze tudja kapcsolni ezt a szemét, nem beszélve arról, hogy ezek egy időben írottak, ezek a, a szilencium meg a titkos jegyzőkönyvben vannak ilyen eszék. Amit én találtam ezzel kapcsolatosan, az igazából Jakafalvi Dénes házassági anyagkönyve volt. És ebben ugye amellett, hogy a születési adata is szerepel, tehát tudjuk, hogy 1906-ban született, néhány évvel, 9 évvel volt fiatalabb hangosnál, a házassági tanúja is volt a Hamas Béla, tehát ő a Jakabfalvi részéről ő volt a, a, tanú. És hát összenézve, vagy visszanézve, elemezve a, a, ezt az eszét, a JD és a beavatást, több olyan gondolat is fölmerült, ami hát ugye gondoltam, hogy megfogalmazom, mert hogy azt írja, hogy a mester nem rendelkezett rendszerezett tudással. Miközben ugye látjuk, hogy lefordította a bagalvad egy részletét, tehát ismerte a bagalvad és így a hindu hagyományt, de az eszéből kitűnik az is, hogy hogy foglalkozott gyakorlatilag is az aranyvirág titkával, illetve a, a zen hagyományjal is, ami akkor vált ismerté a nyugati olvasók közönségnek, D.T. Suzuki könyvei révén, aki bevezette, vagy ismertétette a tízökör képet, ami uh -huh. itt is erről, ebben a könyvben is erről szól, és ő ott egy havasnak egy álmát ellenzi a Dürer képpel kapcsolatosan, ahol a lovag kilovagol a halál és az ördög ellen, és hogy, hogy, akkor mi ennek a képnek a értelme, mint egy koan, hogy ha a lovag legyőzi a halált és a ördögöt, akkor hogyan tovább, és akkor a ja, kapfalvi magyarázata az, hogy a lovagnak is el kell tűnnie, hogy létrejön ez az üresség ami hát az ember is egy, egy fontos tanítás. De tovább menve, ugye tízökörképről beszélünk, a teljes üresség a zen hagyományban ez a nyolcadik kép lenne, de a zen hagyományt is mondhatnánk, hogy egy kicsit tovább fejlődött az idők során, és hozzátettek még két képet, és az utolsó képen pedig ott van a, a butha, aki már ugye buthaként elmegy a piacra, és akkor a Piac forgatagában bátya apró pénzre Tehát nem vonul el a hegyre és marad fent a hegyen a dicsőségben, hanem lemegy az emberek közé és vállalja azt, hogy olykor bepiszkolódik ő is. Sajnos Jaka falvi a háború után eltűnt, és igazából utána nem sok, szerintem semmi adatot nem sikerült megtalálni róla. Ez azt jelzi mondjuk például, hogy nem vándorolt ki az Egyesült Államokba, mert akkor annak lett volna nyoma, hanem valahol valamelyik európai országban maradt meg. A hambasra való hatása az egyértelmű. És ezek alapján ugye, a hambas utal arra beavatási eseményre is, ami, amiben Jakab Falviöt segítette mint egy bába, ugye a mester szerepét így nevezte, hogy igazából csak ott van és a jelenlétével segít. Hát a sciencia szakrában, amikor a hambas beavatástról ír, és a tudat folyamat megszakításáról, meg a tudat szerkezet módosításáról, szerintem neki tapasztalatból ír. Tehát a találkozás köztük ez egy nagyon sorsdöntő találkozás volt. A második történet, ami szintén Hambashoz kapcsolódik, az a Szepes Máriával való barátsága. Erről már régebben is lehetett tudni, de csak a Szepes Mária oldaláról visszaemlékezé, visszaemlékezéseiben többször említi Hambas vilát. A Hambas oldaláról csak akkor voltak információk, amikor megjelentek ugye a naplók, illetve a levelezés. A levelezésben van egy levél, amit sokat szoktak idézni, hogy hogyan vette fel Hamas a kapcsolatot Szepes Máriával. Nemrég azonban a Szepes Mária hagyatékból előkerült egy másik levél, amit Hamos írt, amelyben elnézést kér, hogy régóta nem hallatott magáról, és akkor készül a egy előadás anyagával, amit meg nem beszéltek meg, de az egyiptomi hagyományról szól, és a tibeti halottas könyv fordításával kapcsolatosan. Az egy egyiptomi halottas Vagy bocsánat, igen, az egyiptomi, egyiptomi halottas könyv, amit ő szepes Máriától kapott meg, és ezt fordította ő le a, fele a kemény katolin segítségével, vagy közreműködésével. És erről tartott volna ő egy előadást a a Szepes Mária és Vitor Káron összefüggések tudománya iskolájában. Tehát ez is egy olyan bizonyíték, hogy azért szorosabb volt a kettő közötti kapcsolat, mint csak egy enyhe egyszeri vagy kétszeri találkozás, mert leírja Szepes Mária azt, hogy a Dunakanyarban együtt töltöttek el időt, és ott a hangvas milyen gondolatokat fogalmazott meg. és ugye hivatkozik Káronra is. Igen, tehát a naplók a bejegyzései alapján nagyon sok helyen előfordul Káron neve. És mindig olyan kontextusban, ahol van, ahol a falvi név mellett, meg a többi, akiket ő, ő nagyon tisztelt és felnézett rájuk. Tehát azok neve mellett szerepel a Káron név is. Tehát vele is elmondhatta azt, hogy szorosabb kapcsolat volt néhány évig, tehát ez a 46 és 50-es évek között. Úgy tudom, hogy a Káron hagyatékban is van egy Hanvas Béla fotó, amit Káron készített Hanvas Béláról. De a Hanvasi életműben is azok az tanulmányok, amik ebben az időben írodtak, mint például a, a Tabula smarag, Smaragdina, vagy a Mágia Sutra, én úgy érzem, hogy itt volt egy kölcsönhatás. A tabula a smaragdina alap kiinduló pontja a hanvasnál a Hermes Trismegistus smaragd táblája. Ezt a, ez a hagyományban, ez úgy nem, nem nagyon használták génon sem, ebola sem, emeltek ki különösebben, nem hangsúlyozta a smaragd táblát. Még a szepes illetve a Káron iskolában ez az egyik alap volt. Tehát mindenhol hivatkoznak rá. Hát ez lehet az egyik. A másik ugyanígy a tarókártya elemzés is. A hagyományban én nem nagyon találkoztam arra, hogy a tarókártyát elemeztik volna. Még itt ugye ott van. A mágia szutra akarok majd egy adást csinálni, van egy ilyen mű Valentin Tombertől, hogy meditációk a taróról és ez nemrég jelent meg talán egy évvel ezelőtt, és az egy nagyon-nagyon komoly mű, ami a tarókártyák alapján egy, egyfajta ilyen elénk tárja az egész hermetikai tradíciót. Szóval az egy olyan szerző, egyébként antropozókus volt eredetileg a Tomberg, aztán tőlük kilépett, és végül is keresztény hitre tért, tehát inkább, mint a, ez a jezsuita vonal volt a végén, tehát már a második János Pál pápa azt talán kint volt ez a meditáció taróról. Úgyhogy valóban nem, nem, jellemző, hogy ezzel komolyabban foglalkoztak volna, de mondjuk ez egy olyan mű a 20. századból, ami szerintem a 20. század egyik legkomolyabb ilyen munkája, ami gyakorlatilag a kártyák illusztrációi alapján, ábrái alapján egyfajta meditációt ír és nagyon sok szerzőt a nyugati tradícióból kiemel és így összekapcsol egy ilyen nagyon szintetikus anyag, amit a Tomberg írt. De parancsolj, kérlek, folytasd mágia szútra. A, a későbbi történet még visszakapcsolnék, ami majd később lesz róla szó, de talán itt érdemes megemlíteni, hogy Hajtse Erzsébetnek is van egy könyve a taróról, ami magyarul még nem jelent meg. Igen, én is csak is ismerem. Igen, én is sajnos. tehát a, Visz, német viszdom a igen, Szisztem. igen, igen. Hát visszatérve a, a életműre, én személy szerint, mivel ismertem, volt, néhányszor találkoztam Szepes Máriával. Hamos Bélával ugyan nem, mivel akkor még <laughs> nem volt erre lehetőségem, de a feleségével igen. Tehát így mind a két vonal úgy érzem, hogy személyes érintettségem volt, és ezért talán küldetésemnek éreztem azt, hogy ezt a két dolgot egy kicsit helyre rakja, mert a hangos életműben a darabos nagyszerű tanulmányában egy szó sem esik erről a, a kapcsolatról. Úgyhogy ezzel egy, egy ilyen adosságot törlesztettem tovább. Mesélj egy kicsit arról, hiszen ő is kapcsolódik a One Drop az egész zen közösség, hogy ez hogy, hogy jött, hiszen Dullantalt is személyesen ismerted. Igen, a Dulantallal 90-es évek közepén találkoztam, ugye akkor ő volt az, aki hanvasról előadásokat tartott, és egy lelkes fiatal csapat gyűlt köré, és ebből a csapatból néhányan voltak azok, akik meghívást kaptak az első zen foglalkozásokra, amiket Margeszko Marika indított el Dulantal segítségével, ugye ők ketten csinálták akkor az életművet, ők adták ki a Magyar Életművet a médió kiadó keretén belül, és így ebből jött létre tulajdonképpen az a közösség, ami ma One drop vagy egysebb zen közösségként működik. Tehát a Hambas szellemisége már a kezdete kezdetén ott volt, és nagyon sokáig. Ja, a zen közösségekben egy, illetve két olyan szutra van, amit szoktak mondani, az egyik a négy fogadalom, a másik pedig a szív A mi közösségünk nagyon sokáig a hambas által fordított szív használta. Hmm. Szerintem az eddig legkomolyabb tanulmányod, vagy kutatásod, annak az a címe, hogy Paul Branton és Haj Erzsébet baráti köre a jóga hazai történetének ismeretlen oldalai amit a blogodon publikáltál, és itt megint csak olyan információk vannak, ami teljes novum, mind a, a magyar teozófiának a történetében, mind pedig a magyar jóga, jóga, irodalom és a jóga történet tekintetében. Itt elsősorban a Rátonyi Ákosné és a, Ramani, a Ramana Maharsi barátságára, meg mestertanítvány kapcsolatára gondolok, de számomra az is új volt, hogy Branton járt Magyarországon, és például, hogy volt, volt levélváltása Baktai valaki, neki az első magyar fordítója volt. Kérlek erről mesélj, hogy ennek az ötlete hogy jött, hogy ezt a föltárod, mert óriási, hatalmas nagy munka van e mögött. Hát, mint említettem a személyes érintettséget, Branton india titkai és Egyiptom titkai, illetve Hajcserzsébet beavatás című művel. Mindig is érdekelt ez a történet, hogy hogyan is lehetett ez, és nem sok információ volt róla, míg nem a Paul Branton Egyesület vagy Alapítvány oldalán rátaláltam, hogy a Branton hagyomány hozzáférhetővé lett digitális formában, és nagyon sok olyan meg nem nevezett, vagy be nem azonosítható kép volt, ami Budapesten készült. És az egyik ilyen foton, ami a halászbástyán készült, és az országház ugye a háttérben, egy, hát egy idősebb hölgy állt, és ki lehetett volna ez, ugye? És akkor próbáltam ennek utána nézni, és arra is rátaláltam, hogy a levelezésben több magyar beszámoló, meditációs beszámoló van, amit Branton az utazásai során összegyűjtött, azokkal a csoportokkal, akikkel foglalkozott, és ebben jó néhány magyar név volt, köztük Hajcserzsébet is. Tehát ez már adott egy olyan löketet, hogy, hogy ennek egy kicsit tüzetesebben utána nézek, hogy itt is szeretném megköszönni a Paul Brunton alapítvány segítségét ebben, mert még volt egy nagy segítségük, azt majd mindjárt el fogom mondani, illetve a Hajcs Erzsébet testvérének a gyerekeit, Füzeséri Évát és Hajcs Pétert. Itt elhoztam akik... a Füzeséri Évának a könyvét, aki pszichoanalitikus, pszichológus lett, pszichoanalitikus, és az Arkangyal tangója néven írt egy nagyon érdekes Hát emlékiratok? Igen, igen. Budapestől Párizsig az alcíme. Amelyben érinti ugye azokat az idő, azt az időszakot is, ami, ami engemet érintett, illetve Hajcs Erzsébet testvérének, Hajcs Lusszinak a élet történetét is, ami szinte nem volt Hát egyáltalán nem volt ismert. Igen. Vagy legalábbis a például a képei fantasztikus képei. Igen, de majd arról is beszélünk. Hát a Paul a hagyaték, és ott a Rátonyi Ágnesre is sikerült, nem Rátonyi Áfosnyéra is sikerült. Néhány információt találom, két levélben, amelyek arról számolnak be, hogy az egyik, hogy Rátony... Ez mind a kettőnek az a lényege, hogy Rátonyi Ákusné Tiruvanamalájban van, éppen a Ramana Maharishinél. Tehát az időpontot azt, hogy nagyjából be lehetett állítani, hogy ez 1936 tele, vagy 37 eleje. A Ramana Maharishi beszédeiben nem sikerült találnom olyan bejegyzést, ahol megemlítődne a Rátonyi Ákosné neve. Viszont is itt jön a, a segítség, hogy ők is, tehát az alap, a Paul Branton alapítvány is utána nézett ennek a történetnek, melyek az egyik levélben volt rá hivatkozás, Branton levélben, hogy valahol, valamelyik könyvben ez a név alatt Rátoni Ákosné tette fel ezt a kérdést. És akkor sikerült ezt a könyvet beazonosítani, és megtalálni ezt a bejegyzést is, ahol ő kérdez a Maharisitől. Tehát ez is egy, egy izgalmas felfedezés volt. És hogyha már van bejegyzés, és tudjuk az időpontot, hogy mikor történt ez a személyes találkozó, akkor miért ne lehetne kép is erről, ahol a maharisi mellett ott van a, a keresett személy Rátony Ákosné, és akkor egy pár napos kutatás után sikerült találnom egy olyan fotót, ahol volt néhány beazonisítatlan alak, és a fotónak van egy története is. Ugyanis három nyugati tanítvány érkezett a Malájba, akik este érkeztek, három nő. És mivel nem volt koedukált a szállás, nekik nem volt, el kellett hagyniuk a, a területét, és máshol éjszakázni, és köztük az egyik, aki már egy tibeti szerzetes volt, ő kiment az Arona-csala hegyére, és ott töltött az éjszakát. És másnap reggel a Maharishi kérte a tanítványait, hogy menjenek után és keressék meg, hogy nem ne, történt vele valami baj. És akkor egy kis expedíció elindult, és van a maharis is ezért szerint velük ment. És amikor megtalálták ezt a tibeti szerzetes lányt, akkor készült egy csoportkép, kettő is. Ezen a képen az egyiken feltehetően rátonyákos Ákosné szerepel. Rátony Ákosné itt ismerkedhetett meg Paul Brantonnal, és hívhatta meg Brantont Magyarországra, aki amikor Indiából hazatért, először Svájcban Jungnak a vendége volt, és részt vett egy ilyen vallási konferencián, majd onnan Prágába utazott, Csehszlovákiába, ez valamikor 36. szeptemberre lehetett, és akkor utána jött Budapestre. És innen írt egy levelet, amikor megérkezett a prágai barátainak, hogy minden rendben van, szerencsésen megérkezett, és akkor köszöni az eddigi segítséget. És akkor innentől kezdve már, ugye a Hajcserszébet könyve a irányvonal, hogy többször megemlíti őt, hogy találkoztak, egyszer népszerint, egyszer pedig, mint a híres író, aki több könyvet írt a, a indiai jogikról. És akkor itt írja le azt a jelenetet, amit szerintem, mint, aki olvasta a könyvet, mindenki emlékszik rá, amikor egymáshoz szembe leülnek, és akkor Branton egy ilyen, ugye ezt a hajcserzsébet írja le, hogy egy ilyen nyolcast látotta, hogy a Branton köldökéből kijön egy ilyen energiavonal, és akkor Erzsébetet sikerül egy, egy akadályon túl lendítenie. Nem ez volt a, nagy a, a, a beavatása neki, de egy előkészülete lehetett ennek. Erzsébet fel is ismeri Brantont, mint egy visszaemlékezéséből egy, az egyik e, pap, aki az ő beavatásánál ott segített. De ezt ő nem tette szóvá. Branton könyve akkor már megjelent az india, az egyiptom titkai, ahol leírja az egyiptomi kalandjait, többek között azt is, hogy egy éjszakát eltöltött a nagy piramisban, és ott még, még zajlottak. Nem ő volt az első, aki ezt megtette, Alastair Crowley is töltötte el éjszakát, is csinálta, amit csinált a nagy piramisban, de a, a Branton egy érdekes e, e, írása. Ez valószínűleg nem írt le mindent erről, csak azt, amit úgy gondolt, hogy a nagy közönség számára tartozik. És valószínűleg ebben az időszakban volt az, amikor néhány kiválasztott érdeklődővel Személyes meditációkat is vezetett. Tehát az a 5-6 fő, akinek a meditációs beszámolói megtalálhatóak, és ugye itt a blogon is megtalálhatóak magyar fordításban, ők részt vettek rajta. És nem csak ők, hanem még egy-két olyan név, aki a hajcserzsébet életében fontos volt, így a a testvére, Bernecki Luci, aki akkor éppen a Bernecki Kornél felesége volt, később elváltak, és egy másik házasságban született, születtek majd a gyermekei. Ő is nagyon aktívan benne volt ebben, és ő vitte tovább, tehát miután hajtsék, elhagyták Magyarországot, akkor ők tovább vitték ezt a szellemiséget, és kisközösségekben Foglalkoztak a, 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 ezekkel az írásokkal, és meditáltak rajtuk, vagy dolgoztak rajtuk. A másik név, akit meg kell említenem, Bernacki Kornél, aki, hát Hajcs Péternek köszönhetően Én egy mentem, olyan igen. dologra derült fény, ami a, a család di legendáriumba tartozott eddig, hogy ezt a könyvet, ami Kenzbert Károly néven jelent meg, tulajdonképpen Bernácki Kornél írta, és mégpedig úgy, hogy azok az előadások szerepelnek benne, amelyeket Hajcs Erzsébet tartott még a Jesuidánnal való találkozása előtt. Tehát néhány évvel elő, ezelőtt ő már aktívan tanított. Tehát volt egy közösség, egy csoport, akikkel heti rendszerességgel összejártak. Van egy kis átfedés a beavatás és a, a, e között, a könyv között. Hát aki... Nem tudjuk ezt már beszerezni, ezt a 41-es. E, én úgy tudom, hogy valaki szeretné ezt kiadni. Aha. Csak egy akadálya volt, hogy nem találták a szerzőt. Én jeleztem a ennek az Artiusnak, hogy Sikerült rátalálnom a szerzőre, tudom, mikor halt meg, mikor hunyt el az Egyesült Államokban, és tulajdonképpen ő az ő szerzősége van a könyv mögött, tehát remélem, hogy ezzel hát, sikerült neki, akkor egy és kicsit nézni, igen, hozzátenni ehhez a, 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 a történethez. Egyébként megjegyezném, hogy a könyv Kodolányi János életére tett nagy hatást. Hát úgy igazából nem a korabeli újságokat nézve nem volt nem kavart nagy port, maximum csak a keresztény körökben, hogy hát tulajdonképpen ez egy olyan könyv a misztikáról, ami nem a, hát nem a keresztény misztikát vette alapul, hiába van tele bibliai idézetekkel, de hát a terminológiája az a hindu, illetve hát a teozofus szakszavakat használja. De a könyvet Kodolányi Jánoshoz is Érdekes módon jut el, és ő a Várkonyi Nándornak itt leveleiben számol be arról, hogy ő ezt a könyvet gyakorlatban is elkezdte használni, és a, az írásaiban ezt ezt azért felhasználta, beledolgozta. A Várkonyiról majd lesz adás, úgyhogy uh, majd megkérdezem a, a meghívottat, hogy erről, erről ő mit tud. Mondjuk szerencsére a Kodolányi meg a várkonyi a levelezésből van egy jó gyűjtés. Igen, igen, igen. A tehát abban megtalálható a hivatkozás. Mind, mind a mind a Kenzbert misztika könyvére, mind Paul Branton Egyiptom titkaira. Hát a, az égő csipkebukorban Kodolányi valószínűleg ezt is felhasználta Mózes beavatásánál. Tehát ismer, ismerték a, a könyvet. Még volt egy néva ebben a tanulmányadban, a Paul Branton és Hajcserzsébet baráti körében, a Balog Barna, akiről én korábban nem is hallottam, aki nagyon sok nyelven tudott, és egy meglehetősen érdekes tör, élettörténete van neki is. Igen, ő is egy, egy ilyen feltérképeztetlen folt volt, volt eddig, egy fehér folt volt. Hát a korábbi újságok alapján sikerült némi információt róla is gyűjteni. Ugye azt kell tudni róla, hogy jogászként végzett, nyolc nyelven beszélt anyanyelvi szinten, rengeteg könyvet fordított, és visszafele is fordított, tehát angol nyelvre jelentek meg olyan magyar könyvek, amiket ő fordított angolra, és úgy tudom, hogy még volt egy időszak, amikor a hát vagy az angol, vagy az Egyesült Államok követségén volt valamilyen pozíció töltött be, tehát angolul jól beszélt, és ő fordította le a Szávarádzsán Jesuidán sport és joga könyvét, ami több kiadást ért meg. Ugye a későbbiekben a későbbi kiadás, a rendszerváltás utáni kiadás, az már nem teljesen ez a könyv, mert azt már Hajcs együtt írták. Tehát ez a könyv még a kettők találkozása előtt megjelent. És hát tulajdonképpen a megjelenésben Barna oroszlán részt vállalt, sőt a későbbi, eh, hogy mondjam, szakma kritikáira is ő válaszolt, ugyanis voltak Wenninger Antartól is kritikai megjegyzések, és ezekre ő, ő válaszolt, akkor még. Ő neki egy, volt egy Pár éves időszak, amikor Skóciában volt talán magántitkár, egy neves pszichiáternél, aki a keleti hipnozissal foglalkozott, és le is fordított az ő könyvét, Alexander Cannon szem a keleti mágusok, most nem jut eszembe a címe pontosan, uh -huh. vagy kelet mágusai, ami a hipnozisról szól, illetve hát a tibeti iskolázásról, de ő is írt egy könyvet, India Hipnozisa címmel, ahol különösen a hipnózis, hipnózisról számol be. Hát nem tudom a többit mesélni, mert nem vagyok felhatalmazva, hogy ezt megemlítsem. Uh -huh. De itt az elő, egyik előző adásban volt szó arról, hogy a, a, az egyik teozófus mester kapcsolatban volt egy magyar okultistával, aki komoly anyagokat hozott le, hogy úgy mond. Ő a háború után három könyvet írt valószínű német nyelven, vagy angolul, Titoni Szaláma néven, és hát valószínűleg ezek az ő könyvei. Az első, amit megjelent magyarul köszikla címen, azt ő fordította. Hát valószínűleg, hogy ő sem maradt ki ebből a előző életek beavatás történetből, ő is megírta maga könyvét, ami Magyarországon nem lett annyira ismert. Lefordította a saját német nyelven írt könyvét magyarra? A nem tudom, milyen nyelven írhatta eredetileg, ezt nem tudják, de igen. Tehát ez a könyv megjelent, 90, vagy nem tudom, 2000 körül köszik a címen, tehát meg lehet találni. És a többi könyve? A többi könyve német nyelven került kiadásra. Az egyik a gyógyításról szó, én nem beszélek németül, tehát én még ebben nem ástam bele magam, de a magyar ez irodalom egy színfoltja lehet ez is, mint annyi minden, amiről még nem, nem, nem tudtunk eddig. Van róla információ, ugye a második világháború után, illetve? Nem, én erről nem találtam információkat. Hmm. Elhoztam még itt, ugye Brantonról volt szó, mondjuk egy, egy ilyen kötet, ez az utolsó előtti életében megjelent könyve volt, az önvaló bölcsesség, ez a The Wisdom of the Oversoul, Overself, bocsánat, és már csak azért is érdekes a Branton, mert ugye ő 30-as években nagyon, hát izgalmas életet élt, csak utazással, Ramana maharshi megismereti a nyugattal, nagyon sok könyve megjelenik, bestseller szerző lesz, mindenki akar vele találkozni, mindenhova meghívják, és aztán ugye, több helyen is élt a világban, de végül is Svájcban telepedett le, és miután megjelent az utolsó életében megírt könyve, ez, a, ez egészen pontosan a Spiritual Crisis of Man, tehát mondjuk az ember spirituális válsága 52-ből, Nagyjából 30 éven át haláláig, vagy 81 a halála, ő, ő szinte ilyen visszavonult, elvonult életet élt, és azért ezt kevesen tudják, hogy az nem azt jelentette, hogy nem írt semmit, csak ez már posztumusz jelent meg. Most én elhoztam, ez egy 16 kötet, hogy az ő jegyzet és hát különféle ilyen rövidírásai eszéi, Notebooks of Paul Branton ami nagyjából 20 ezer oldal. Tehát ez egy őrületes mennyiségű anyag, ami megjelent tőle később, és nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, de akik ezt így jól ismerik, tehát akik ezt jól átnézték, azt mondják, hogy ezek a letisztult időskori anyagai még jobbak, mint azok, amik erő híressé vált a 30-as években. Egyetértek ezzel. Tehát sokan leírták Brantont azok alapján, az információk alapján, amikkel rendelkeztek addig. Tehát a megjelent könyvek, ugye az első kettő, az első három, négy az nagyon olvasmányos volt. A későbbi könyveik azok már egy kicsit elvontabbak voltak, és nem is lettek annyira népszerűek. Akkor ő tudatosan mindenfajta nyilvánosságtól visszavonult, és ide igazából egy szűkörrel tartotta a kapcsolatot, ugye Svájcban élt, nem messze a betéktől azt nem tudom, hogy találkoztak-e, biztos tudtak egymásról. De már talán nem volt szükség, hogy felvegyék a kapcsolatot egymással. Habár, ha a, a hajcs vagy akár a jesudián nyilatkozatai, amik eljutottak hozzánk, mindig, mindig nagy tisztelettel említik Branton nevét a többi mester mellett, tehát rámondom a Maharishi mellett, vagy Vivekananda mellett a jegyzetekből hát, újra lehet értékelni Branton jelentőségét, szerintem. Vannak egyéb érdeklődési köröid is, például a, a populáris zene, és az Iron Maiden az egy nagy kedvenced, és, és itt is ugye megtalálod azokat az utalásokat, amik végül is összekötik a, az okkulttal és az ezotériával kapcsolatos a... utalások. Erről mesélj, légy szíves, hogy... Hát erről csak röviden, mert ez még, még, még nem kristályosodott ki annyira. Hát a, az Iron Maidennek van egy-két olyan albuma, amiben nagyon erősen uralkodik a mágikus, mitikus háttér. Bruce Dickinson a frontember, ő egy időszaki külön vált, és az ő szóló lemezeiben még inkább előtérbe jött ez a, ez a világ. És hát igazából ezzel foglalkoztam egy kicsit, ugye aktualitása is volt, vagy lesz. De kevesen tudják róla, hogy hát nagyon foglalkozik az angol irodalommal, ami a mágiára vonatkozik, blékkel, vagy crowley és hát azon túl menően, hogy a dalszövegeiben ez a világ visszaköszön, egy barátjával írtak egy forgatókönyvet, amiből egy film is készült, Kémiai Megnyegző címmel, ami Crowley-nak egy újra testesüléséről szól. Erről egy könyv is megjelent. A könyv a film az, az egy, hát enyhén szóval B vagy C kategóriás, tehát nem egy nagy élmény, de egy érdekes szín volt. A könyv az egy kicsit érdekesebb, mert ott egy-két dolgot jobban megmagyaráz, és meglepő gondolatok vannak benne, így az az okult dolgokkal kapcsolatosan. Hát ez egy érdekes történet próbálkoztam azzal, hogy eljutatni Bruce Dickinsonnak egy-két olyan magyar írást, ami ehhez a gondolathoz szervesen kapcsolódik, mint a Pedragon Legenda, vagy ott esetben a Vörös Oroszlán angol nyelvi fordításai, amit még nem sikerült uh -huh. elkülden, illetve hát elküldtem, csak visszajött a, a csomag, mint feladó ismeretlen címmel, úgyhogy remélem, hogy azért ez, 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 a történet is azért nem itt zárult le. De tény, hogy a eddigi albuma is erős ilyen jellegű befolyás alatt voltak. Most fog megjelenni az új albuma, aminek most volt az első videoklipje, ami hát megerősített a gyanumat, hogy ugyancsak egy olyan album lesz, ami erősen króli. Hatása alatt van. Most, ami nekem eszembe jut, így pont rock történetileg, a Ozzy bornak van egy Mr. Crowley című száma. Sokan, igen, az angolok közül sokan. Meg hát azért használták? a Crowley, nem tudom, Beatles albumoknak a borítóján, tehát a, ő igen. sok helyen föltűnt. Hát ő a külön adást lehetne róla csinálni, mert annyira Érdekes figura volt, meg kém volt-e, vagy nem volt kém, és nagyon sok minden legenda kerül körülötte. Igen, az elmúlt előző állásban, ugye itt a tradíció is megemlítődött, Evolának van egy tanulmánya, ami a modern irányzatokról szól, és ott meglepő módon a króli az egyetlen talán, akiről nem húzza le a vizes lepedet, tehát őt, őt, őt elfogadja meg sok titkos társaságnak a tagja is volt, a szóval Crowley is egy, egy, érdekes figura. És volt egy nagyon jó magyar barátja, bizonyos Trebics Lincoln, aki az első magyar buddhista szerzetes volt, és hát ő is egy külön történet. Vannak jegyzetek arról, hogy együtt tartottak mágikus ceremóniákat a Szaharában. Erről a magyarról mit lehet tudni? Erről jelentek meg könyvek, tehát ez, ez azért valamennyire fel van térképezve. Az ő. A, ő volt a kém, tehát róla, róla uh -huh. tartják azt, hogy kém volt. Róli Ról csak a feltevés. Van több kutatási terved, ami most még kezdeti fázisban van. Az egyik, hogyha jól tudom, a spiritizmus azon belül is evangélikus, bocsánat, Evangéliumi spiritizmus. Evangéliumi spiritizmus, így van. Ez az egyik. A másik pedig Swedenborg. Úgyhogy erről a kettő, egyik ez egy, egy irányzat, a másik az pedig egy, egy svéd szerző, akiről én elsőként egyetemista koromban a Hanvasnak a száz könyvéből értesültem, hogy volt egy ilyen szerző, aki tudósként indult, és aztán misztikussá vált, és kicsit hasonlít a John Díhez, hogy tudósként kezdi, és aztán elmegy teljesen más irányba. Hát a terveink szerint az egyik következő kiadvány az egy Swedenborg válogatás lenne. Egy, amit tudni kell erről, hogy a Swedenborg írásai magyar nyelven hozzáférhetők. Van egy weboldal, ahol nagyon sok írása le van fordítva. Ezt az oldalt egy család munkásságának köszönhető, aki az elmúlt 20-30 évben nagyon sok anyagi erőforrást fektetett bele, hogy ezek a fordítások meg legyenek magyar nyelven. Én felvettem velük a kapcsolatot, de sokan nem biztos, hogy rátalálnak erre az oldalra, és azért az ő munkássága azért nagyon nagy. Tehát tervben van egy, egy válogatás, amely különböző szempontok alapján mutatna be Swedenborg tanításaiból. Neki már jelentek meg ugye könyvei, kevesen tudják azt is, hogy volt már egy magyar Swedenborg társaság, és ezek a magyar könyvek, ezek mind a Swedenborg, az angol Swedenborg társaság támogatásában jelentek meg, ugye a Mennyi és a Pokkol is így jelent meg, de a 1894-ben Schmidt József, aki a szanszkrit nyelv uh -huh. tudosa volt, és több könyvet írt, ugye szanszkrit nyelvről, meg butáról. Ő is lefordította az új Jeruzsálem című kis kiadványt, ami Angliában megtalálható volt. Én onnan szereztem be az első kiadást. Ez később is megjelenik majd a 30-as években Erdélyben. Egy protest, egy református lelkész adja ki, és ő több dolgozatot is szentel lelkészként, tehát a a, a szabad akaratról, meg a, a bűnbocsánatról. Hát a magyar irodalom talán ennyi lenne a Swedenborgról, tehát ezért, és ugye Hambasnál az, aki Hambas nagyra értékeli, és sokszor említi az ő nevét, hát ezért úgy gondoljuk, gondoltuk, hogy, hogy egy mai nyelvezetnek megfelelő Swedenborg kiadvány talán több embert érdekelhetne. Ez most milyen készültségi fokozatban van ez a projekt? Igazából a szerkesztés van, meg a válogatás tematikáját, hogy milyen célcsoportok szerint legyen. Igazából nem a, ugye swedenborg azt kell tudni, hogy egy nagyon nagy hatású tudós volt. Rengeteg tudományos kutatás, tudományos munkát írt a 1700-as évek végén. Nagyon jó barátságban volt a svéd királyjal. Már olyan családban született, hogy a szülei protestáns teológusok voltak. Hát az ő életét nagyon áthatotta a vallásosság, és nagyon az két a életet élt, rengeteget utazott, Magyarországon is tanulmányozta a magyar bányákat. És az 50-es évei közepén történt vele valami, ahonnan, mitől kezdve kapcsolatba került a szellemi világgal, nem mint médium, hanem beszélgetett a angyalokkal, arkangyalokkal, beárta a poklot, a mennyországot. És ezekről rengeteg könyvet írt amik hát bizonyos szempontból kritikailag is azért van mit rajta kifogásolni, de talán ennek a kiadványnak nem ez lenne az elsődleges szempontja, hogy ezt az oldalt, hanem az ebből leszúrt erkölcsi tanításokat, gyakorlati életviteli tanácsokat bemutatni. Ez várható, hogy jövő évben megjelenik? Ez egy hosszabb munka lesz, nem tudom megmondani, nem uh -huh. rajta múlik. A másik az evangéliumi spiritizmus. Ebből várható, hogy mondjuk egy olyasféle féletanulmányt írsz, mint a, a Brantonos anyag? Igen, ez az egyik anyag, ami, ami hát itt a Brantonos anyag, meg a Hanvas, meg egy-két anyag lenne még, amiből esetleg lehetne egy, egy kiadványt szerkeszteni. Az evangéliumi is spiritizmus igazából szintén két embernek a barátságáról, vagy ha úgy tetszik, mester tanítvány kapcsolatáról lenne szó, ez pedig a Vaj Adelma és a Grünhut Adolf találkozása. Ez lenne az egyik, ami nekem nagyon tetszett, és beleillik ebbe a kontextusban. A másik történet, talán egy-két vonalban azt is megemlíthető, az egy antropozófiai vonal, egy kevésbé ismert antropozófus áramlat, ami magyarországi, magyarországi történethez kapcsolható, ami nem nem, nem, nem ismert. És ez is egy érdekes történet. Milyen, melyik áramlatra gondolsz? Pontosan. Vagy itt milyen szervezet? Hát ugye nem. elhangzott, volt egy, el, egy műsorod, ahol az antropozófia történetéről volt szó, és ott volt a Gölner-Nagy Mária vonulata, Igen. és az. Hát ezzel párhuzamosan volt más más e, e, magyarokhoz kapcsolható. Ugyanebből az Ugyan. időszakból? Igen. De 20-as, 30-as évek? A 30-as évek inkább. Na hát. De erről most nem beszélnek, Jó. mert ez, ez még egy... Majd. De érdekes, érdekesen, biztos, hogy érdekes lesz. És ebben még a Szepes Mária is akáron vonal is érintett bizonyos szempontból. Igen, tehát egy feltáratlan nagyon, nem? Ez a századfordulótól kezdve a kommunizmusig, amíg még mindenben nem lett tiltva, Igen. teljesen feltáratlan. Igen. És itt térnék egy kicsit vissza a Hajcs Lucihoz, mert azért ott így, ahogy megismertem, az ő élettörténetét is a gyerekei révén nekem nagy benyomást, nagyon erős benyomást tettek a Hajcs Luci festményei és én reménykedem abban, hogy esetleg a Hajcs Péter hajlik majd arra, hogy ebből Magyarországon is legyen egy, egy kiállítás, vagy adott esetben egy, egy kiadvány nagyon érdekesek a képei és ismeretlenek azt tudjuk, Festményei. tudjuk, hogy ez, ez hogy egy korpuszban, hogy ez mennyi festményt jelent az ő hát munkásság? sajnos nem tudom, tehát valószínűleg nagy mennyiség, de ezek is ilyen, talán ilyen méretű uh -huh. festmények. Egy, egy festmény közlésére kaptam engedélyt, az ott a, a blogon, megnézhető. Ez amikor föl van kötve, és a... Igen, igen, vízöntő, Aha. vízöntő, festmény, de sok... Egyébként a könyvborítóján is egy ilyen festmény részlet van. Aha. A Füzeséréva a könyvének borítóján. Ez is, ez is akkor Hajcs Aha. Igen. Hát én nagyon kíváncsian várom ezt is, hogy hát ha ebből lesz kiállítás, és akkor a kiállításhoz lesz valami kísérő anyag, valami kis füzet vagy könyv, mert hogy ez is egy teljesen új új, új, téma és új szerző a arról, akit nagyon hasonló témák érdekeltek, meg ugye az egész családi közegben ez így, ez így benne volt ez a... A, a hajcs család légköre nagyon hasonlít a szepes családéhoz. Tehát így egyrészt korban is ott vannak, uh -huh. tehát mind a ketten foglalkoztak spiritizmussal is, tehát a kiindulás. És művészet Ott volt. Igen, igen, igen. És mind a ketten foglalkoztak a, a filmezéssel is. Ugye ha a Szepes Mária családjában ez a történet adott volt. Talán megemlíthetem, és nem titok, hogy Hajcs Erzsébetről is készült egy film a 20-as években, ahol a történet szereplői mind benne vannak, tehát a Lucy is benne van, meg a Bernetzki Kornél is benne van, ahol egy, hát én én a film, esetleg majd utána nézek a linknek, és uh -huh. akkor közé lehet tenni azt is. Ez egy kis összevágott film, ami egy balatoni történetről szól, amiben maga Erzsibeti szerepel. Erről lett, hogy mik vannak. A könyvedben van egy szobor, amit Hajcs Erzsébet készített. Ugye ő festő, művész és szobrász művész is volt, zongora művészként kezdte, de végül is ő ezzel foglalkozott. Én nem ismerem az ő konkrét művészi tevékenységét, csak az Indológus Indián című könyvben láttam, ugye Baktaival jó barátságban volt, ugye a Beavatás című regényben is van egy utalás Baktaira, mint magyar barátunk, aki nemrég hazatért Indiából, és neki van egy, egy szobra, ami baktait serifként ábrázolja, hiszen baktainak volt egy ilyen, ez a hobbi az amerikai indiai kultúra, és akkor ezek a, bevöltözéses indián táborok. Hogy erről a szoborról mesélj, ami itt van a 91. oldalon a könyvedben, hogy ez kitábrázol, és hogy ez hogy, hogy találtad meg egyáltalán? Hát egy nagyon érdekes történet ez is, amikor a harcművészet témában kutattam, akkor próbáltam kapcsolatba kerülni leszármazottakkal is, hogy első kézből is próbáljunk valamilyen információt szerezni, ami kiegészíteni a történetet. És igazából néhányan tudtam csak felvenni a kapcsolatot, köztük Neidenbach Emil unokájával, Neidenbach Ákossal, ő ismert hegymászó. És amikor elmentem hozzá, és megmutatta hagyatékot, és már véget ért a beszélgetésünk, és már el akartam távozni, akkor még volt ott egy szobor, amit hát megnézek, hogy, hogy euh, mégis mi van. És amikor megfordítottam a szobor talapzát, hát akkor láttam a monogramot, hogy hajts e. már ismertem ezt a monogramot, ugye akkor már benne voltam a hajts történetben is. Hát Meglepődtél? Nagyon meglepődtem. És akkor utána néztem ennek a történetnek és Ugye a hajcserzsébet a, a, beavatásban említi azt, hogy volt egy időszak, amikor ő volt egy, volt egy, egy műhelye, amit az apukája biztosított neki, ahol szobrokat készített, meg plaketteket készített, és néha emberekről is készített domborműveket vagy szobrokat, és leírja azt, hogy hogy nagyon jó barátságba került ezekkel az emberekkel, ameddig ő mintázta a szobrot, vagy az alkotást, mint egyfajta pszichológusi munkát végzett, és nagyon közeli barátságba került velük. Hát az egyik ilyen személy, akiről csinálta ezt a szobrot, az én történetemben már úgy került bele, hogy 1906-ban egyetemistaként részt vett ezen a judo tanfolyamon, amint az első judo tanfolyam volt Eur nyugaton, amit Szemele Miklós indított el. Ő volt az egyik olyan résztvevője ennek, aki mint szervező is volt, és aki végig végigcsinálta ezt a tanfolyamat. A tanfolyam elvégzése után hazaköltözött Aradra, én már mint testnevelő tanár, matematika, fizika szakos tanár, és a tanári munkája mellett 1908-ban, létrehozta az első olyan Judo egyesületet Aradon, ami hát szerintem nyugaton párját ritkíthatja, és szerintem nyugodtan mondhatom, ez volt az első judo klub. Ugye addig is voltak, de azok jiu-jitsu klubok voltak. Hát van egy kis különbség a jiu-jitsu és a judo között, ebben most nem mennék bele, de tulajdonképpen ő volt az, aki 1980-1926-ig Magyarországon egy judo vezet, majd amikor kitoloncolják Erdéből, akkor Budapesten lesz a testnevelési, az OTT, a Magyar Testnevelési Tanács vezetője, és ebben a minőségében, hát a kezében van a, a középiskolás sport megszervezése, és ő tovább viszi a, a judo oktatást is, ír egy tanulmányt a judóról, amit a magyar állam a Los Angeles-i szellemi olimpiára kiküld, mint, mint egy magyar nevezés, tehát csak sajnos nem fordították le, tehát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni magyarul, tehát ennek különösebb hatása nem lett. Viszont ő a testnevelési főiskolán 1931-ben tart egy egyéves judó, jiu-jitsu tanfolyama, ez volt az egyik első ilyen vonal, és így kerül a kapcsolatba valószínűleg, mint az egyik sportvezető, aki 36 ban a magyar delegációt is kíséri Berlinben, és személyesen kap egy oklevelet a Führertől. Tehát Hajcs Erzsé, hogy, ki, hogy kiadta meg, hogy a magyar állam adta el megbízást, hogy készítsen egy, egy szobrot a Neidenbakeműről, azt nem tudom, de az tény, hogy az újságokban a, a szobor szerepel és hogy azt a hajcserzsébet készítette el. Már hogy a szobor eredeti is megvan, hát ez egy izgalmas átfedés a két történet között. A másik történet a Baktai Ervin. Ugye ő is többször szerepel név nélkül a beavatásban, mint az a barátja, aki hazét Indiából, és akkor meggyógyítja a légzés gyakorlatok segítségével Erzsébetet. De ő az a barát, aki ugye a férjének a iskolatársa volt, egy padban ültek, ez bakta is említi, és a család gyakran összejárt. Ez az első, vagy a második férje volt? A... Második férje. Ez a, a... Második, a Neszti. Neszti. Igen. Uh -huh. És amikor megemlítő, hogy attól a barát könyvesporcán különböző könyveket vett el, amit hazavitt, és otthon döbbent rá, hogy milyen éppen aktuális információk voltak benne, ami az ő életében nagy jelentőséggel bírtak. Több ilyen könyv is tőle került ki. Tudjuk, hogy Baktai foglalkozott teozófiával is fiatal korában, majd Indiában a teozófiai központot, ahol személyesen találkozik Krista Murtival, és ez neki egy, egy rossz emlék volt itt. Innentől kezdve ő igazából úgy nem, nem vállalta ezt már. És valószínű az ő könyvtárában nagyon sok ilyen témájú könyv is szerepelt, amik megemlítődnek akár cím szerint is a, a Erzsőbet könyvében. A másik dolog, hogy a, a Brownton hagyatékban találtam egy eddig ismeretlen levelet, amit Baktai írt Browntonnak, Említve az ő művének az angol nyelvű fordítását. Ebben a levélben még a Balog Barna is szerepel, ugyanis ő is írt egy ilyen levelet az angol kiadónak, melyben kéri a világtetején című Baktai mű, Tibetről szóló mű kiadását, és ebben kéri Branton támogatását is, illetve megemlíti azt, hogy szándékában áll nekiállni a Branton könyv fordításának. Valószínű, hogy ezt is megelőzte már több levélváltás, és valószínű, hogy később is volt, sőt, az se kizárható, hogy személyesen találkoztak akkor, amikor Branton pár hétig Budapesten tartózkodott. De a, a a későbbiekben valószínűleg a háború számlájára írható az, hogy a kettői közötti kapcsolat megszakadt. Egyébként visszatérő arra gondoltam, amit említettél az elején, hogy hogy nem tudtad azt, hogy Branton járt volna Magyarországon. Uh -huh. A háború előtti kiadásokban van egy rövid előszó, ami a magyar olvasókhoz szól. Nem tudom miért. A rendszerváltás utáni új kiadások ezt az előszót elhagyták. Én. Ebben az írásban én ezt említem, és közlöm is szó szerint. Azt írod, hogy 1937-ben biztosan járt. Egyszerűen. Hogy egyszer biztosan, biztosan járt, biztosan. aztán a, nem tudjuk, hogy egyébként De járta még. Prágában visszatért még a 40-es években, sőt 40 után. Tehát a prágaiakkal fenntartotta kapcsolatot későbben is mindig meglátogatták a prágaiak, hogyha mentek, Svájcban, vagy akár Angliába. Tehát levelezés szinten is megvolt a, a kapcsolatot tanítványokkal. És 46-ban is talán külön kapott engedélyt arra, hogy leszálljon Prágában. Hát benfentesek is érintettek voltak ebben, mert amúgy nem járhatott volna a keleti blokkban, de így, így egyszer még visszatért Prágába. A prágai, prágai időszakról is készült egy cseh nyelvű kiadvány, amit lefordítottak angolra. Hát ez is sok érdekességet tartalmaz, ami erre a kelet-európai kapcsolatra vonatkozik a Branton élettéről. Ugye a is lefordították a könyveit, tehát ott szinte minden könyv megvan, de valamilyen oknál fogva a magyar, a magyar kapcsolat ez így, így megszala, megszakadt, nem beszélve arról, hogy a Rátonyi Ákosné is el kellett hagyja Magyarországot, tehát róla sem tudunk igazából, hogy, hogy mi történt vele. Az is egy, egy érdekes dolog. Sokan ugye elhagyták az országot, tehát itt látható a nyomlományból is, hogy nagyon, nagyon sokan elmentek. Jakab kezdve hmm. Bernecki-ig, mindenki. Hát nagyon érdekes, szóval még csomó olyan sztori van, amit, amit most csak említés szintén, említés szintjén mondtunk, de, de, de várom a, tanuló, a következő tanulmányaidat is, ami ezzel kapcsolatos, és bízom benne, hogy ez a Paul Brantonos kutatásod, ez megjelenik nyomtatásba is. Nem tudom, hogy erre van -e esély, vagy ezzel kapcsolatban van, tettél a lépéseket. Van, van. Igen, néhányan én örültem, hogy mondjuk Hajcs Péter is megegyezte, hogy szeretné látni ezt a tanulmányt írásban is, és már Miklós segítségével szerintem ez lehet, hogy meg is fog valósulni. Érdeklődéssel várom, és a Swedenborg kötetet is a többivel együtt. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél én köszönöm a stúdióba. A ez volt az Atanornak a mai adása, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok és iratkozatok fel a csatornára nem sokára találkozunk további, most már egy márciusig megvannak az adások, hogy milyen témák is meghívottak lesznek, csak azért nem mondom el, mert sokszor vannak, amikor nem teljesen jön össze, és nem valami miatt meghívósul a terv, de minden esetre érdekes témák és meghívottak lesznek, úgyhogy érdemes tényleg feliratkozni, és aki adományozni szeretne, az megtalálja a leírásban a részleteket a Donabli, a PayPal, illetve a Bye-mi a rendszerén keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára találkozunk, addig is minden jót nektek! Sziasztok!